Remélem, hogy most már enyém a színpad, és kisebb technikai problémát megoldva, köszönöm szépen, áthidaltuk, és megvan a prezentáció is, mert ugye az internet egy kritikus infrastruktúra, tehát hogyha van internet, akkor le tudom tölteni, illetve el tudom küldeni a prezentációmat is. Az a baj, túl korán küldtem el, és nem érkezett meg ide. Amiről pedig beszélni fogok, az kicsit folytatva az előző beszélgetést, alapvetően az, hogy állunk utánpótlás képzés tekintetében, azaz Veronikán átlevezetett példámon egy picit szeretném bemutatni, hogy nálunk a Közszolgálati Egyetemen, illetve nyilván más egyetemekkel is beszélgetve, milyen tapasztalataink vannak, hogy állnak ma a felsőoktatási intézmények és mások azoknak a fiataloknak a képzésében, akik majd önöknél fognak bármilyen sapkában elkezdeni dolgozni. És az első dolog, ami nekem általában előjön, hogyha megrendelőket kérdezem, az az, hogy ők a Super Uber Hackert próbálják megkeresni nálunk, hogyha megkaphatom ezt a kis videót, akkor nagyon jól mutatja, hogy mi az elképzelése a felvevő piacnak. Egyébként ez a Kung Fury nevű remek filmből Hackerman, aki nagyon sok mindenre képes, nem működik ebágyázás, mindegy, túlesünk rajta. Tehát igazából a Super Uber Hackert keresik, és nagyjából, hogyha a tisztelt megrendelő oldalt, a felvevő piacot nézem, akkor így körülbelül ezt a figurát keresik, tehát a szemüveges, hosszúhajú, időnként pocakos, tehát a klasszikus klisék alapján megjelenő hacker az, akikkel. Amikor pedig fölteszem a kérdésre valójában, mire is van szükségük, akkor kiderül, hogy nem feltétlenül ilyen emberekről van szó, akik kellenek, és nem feltétlenül őket is kell megtalálni, hanem mondjuk ők, és az ők alatt tudják, hogy ők kicsodák. Segítek. Ők a Gráci Műszaki Egyetem kutatói, akik felfedezték a két CPU hibát az év elején. Michael Schwarz, Daniel Grüss, Moritz Lipp és Stefan Mangard, akik idén megkapták a Pony Awardot, azaz ugye Hacker Oscart, és alapvetően azt gondolom, hogy ők kicsit messze mennek attól a klisétől, amit az előző ábra próbált megmutatni. Őket keressük? Vagy éppen, és erről is kapunk jelzéseket, vagy lehet, hogy őket keressük, és azt gondolom, ez kicsit meglepőbb kép. Tudják, hogy ők kicsodák? Ők Thomas Henrik Ilves és Marina Kaljurand, Észtország korábbi elnöke és külügyminisztere, akiknek sikerült végigvinni egyrészt a 2007-es észtországi kibertámadás után az ország újraindítását, illetve diplomáciailag levezényelni azt, hogy valahogy erről helyre jöjjenek. Kaljurand azt mondja, hogy akkor egyébként moszkvai nagykövet volt, és neki jutott az a hálás feladat, hogy beballagjanak rámbe, és föltegye azt a kérdést, hogy Putyin elvtárs ezt így hogy. Lehet, hogy őket keressük, lehet, hogy egyébként nem feltétlenül a műszaki tudás az, ami ma kell a kiberbiztonságban, hanem sokkal inkább az a tudás, aki tényleg kiberben tud gondolkodni. Apropó, mi is az a kiberbiztonság, és mi az információbiztonság, vagy informatika biztonság? Rendszeresen megkapom azt a gyalázást az interneten, hogy már megint kiber, és kicsit úgy vagyunk vele, mint ugye a klasszikus Monty Python jelenetben, hogy spam, wonderful spam. Cyber, wonderful cyber. Túl sokat beszélek erről az egész cyber dologról, kiber dologról, mikor ez ugye a klasszikus információbiztonság vagy informatikai biztonság. És kérem szépen nem, ugyanis nagyon szépen ketté válik az, hogy mivel is foglalkozik az információbiztonság, a szervezeti védelem kérdéskörével, míg a kiberbiztonság valami sokkal nagyobbal, ugye a szervezet közi védelemmel, míg az információbiztonságban alapvetően műszaki védelmet kell megvalósítanunk, nagyon nagy szükségünk van azokra, akik a szoftvédelmet ellátják, például azokra a rendőrök, akik a kiberbiztonság területén majd vigyáznak a gyermekeinkre, vagy éppen elkapják a nigériai csalókat Szegeden, vagy éppen szükség van azokra a diplomatákra, akinek most megcsinálták ugye a helyet a brüsszeli állandó képviseleten, és majd reméljük, hogy Magyarország kiberbiztonságát fogja a nemzetközi térben levezényelni. Valami ilyesmi mixre van szükségünk, mert valakinek meg kell védeni minket a nagykeleti pirézektől, akik egyébként nyilván folyamatosan támadnak minket, és akinek vannak mindenféle szándékaik. Viszont látszik az, hogy nagyon más elképzelése van, és nagyon más igények vannak azoknál a szervezeteknél, ahol a pirézek adott esetben megjelenhetnek. Egy szervezeti műszaki védelemnél, ugye egy célzott támadás kivédéséhez kell az a fajta műszaki tudás, aki a biztonságos infrastruktúrát majd föl tudja állítani és üzemeltetni tudja. Míg ugyanellen a
szervezetnél szükség lesz majd arra a policy makerre, arra a szabályzatíróra, aki az egészet végigviszi a szervezeten, és képes lesz irányítani az információbiztonságot. De vegyük észre azt, hogy ez a fajta védelem, ez ott van a szervezeten belül, holott a pirézek nyilvánvalóan nem csak egy adott szervezetet fognak meglátogatni, hanem ennél sokkal tágabb támadási sémákba kell majd gondolkodni. Tehát szükség van valamiféle szervezet közi védelemre, azokra a műszakiakra nevezzük certeknek vagy C-certöknek, akiknél majd összefut az információ, akiknél majd meg lesz ez a bizonyos szituációs tudatosság, situational awareness, és képesek lesznek majd a megfelelő módon a védelmi intézkedéseket akár kormányzati szinten is meghozni, illetve a végén szükség lesz azokra a katasztrófásokra, azokra a diplomatákra, azokra a politikusokra, akik egyébként képesek lesznek reagálni, és adott esetben valamiféle például elrettentési megoldással elvenni a pirézek kedvét attól, hogy itt próbálkozzanak Magyarországon. Azaz sokfajta képességre van szükség. Ezt nevezzük kapacitásépítésnek, képességfejlesztésnek, capacity buildingnek, és meg kell tennünk a kérdést, hogy milyen képességekre van szükség. És ezt a kérdést mi most kezdtük el feszegetni, holott tőlünk boldogabb országokban azért ezt a kérdést már többször feltették. Mire van szükségünk? És amikor ezt a kérdést föltesszük, akkor jó eséllyel egy viszonylag hosszú lista fog előjönni. Informatikai, egyéb műszaki, államtudományi, jogi, közigazgatási, és a többi képességekre van szükség. Szükség van arra, hogy ezt a nagyon szép interdisziplináris tudományágot, amit kiberbiztonságnak neveznek, hadd nevezzem így, mert alapvetően én most már egy jó ideje ezzel foglalkozom, sokkal inkább, mint információbiztonsággal. Szóval, hogy ezt a kiberbiztonságot ténylegesen tudjuk támogatni. De honnan lesznek ezek a képességek? És itt kezdek egy kicsit a problémába magába belemenni. Mert nyilván a középfokú oktatásban és a felsőfokú oktatásban adott, hogy hogyan tudunk tovább lépni. A középfokú oktatást sem hanyagolnám el, hiszen kellenek azok az informatikai szakmunkások, akiket egyébként 7-24-ben be lehet állítani, vagy három műszakba be lehet állítani a szokba, és akik majd azokat a kevesebb hozzáadott, és nem leszólni akarom, hanem ugye tényeket közölni, tehát a kisebb hozzáadott értékű információbiztonsági munkákat elvégzik. Hol van ez a képzés ma Magyarországon? Míg a felsőoktatásban hol vannak azok a kiberbiztonsági vagy éppen információbiztonsági képzések, melyekre lehetne építeni? Hol vannak azok a továbbképzések, amikre lehetne építeni, és szerencsére egyébként ebből egyre több van. Egyre több egyetem, és ugye a mi egyetemünk is, a Közszolgálati Egyetem is ebben azt gondolom, hogy jó helyen jár. Egyre több helyen látjuk, hogy megjelennek azok a továbbképzések, ahol már a munkaerőpiacon levő kollégáknak tudjuk elmondani ezeket az alapokat. Az átképzéseknek a kérdésköre, hogyan tudjuk ugye szakosítani az adott szakterületen dolgozókat, hogyan tudjuk az ő nekik szükséges mélyismereteket átadni, illetve hogyan tudjuk az ösztönös zseniket kezelni, mert ebben a szakmában, azt körülnézek, ebben a teremben most éppen azonnal nem látok senkit, aki ebbe a kategóriába tartozna, és ismerném, de azért látszik az, hogy nagyon-nagyon sok olyan ösztönös zseni van, aki adott esetben középfokú végzettséggel, nem szakirányú végzettséggel rendelkezik, és bárhol megállna a helyét, de az első rostán kiesik mondjuk egy HR-es interjún. Hol van a hiba? Hol rontjuk el? Miért nincsen ez az egész olyan tökéletesen megszervezve, mint más országokban? Hol ott lehetne? Tulajdonképpen minden adott rá. Hol a hiba? Az első ugye valahol olyan 12-13 éves korban kezdődik, amikor azt mondja nagyon-nagyon sok magyar fiatal, hogy ez olyan kocka dolog, és igazából nem akarok geek lenni, mert majd megszólnak, meg különben is nem értek a matekhoz, és nem értek a fizikához, és nem akarok ezzel foglalkozni. És itt elveszítjük egyébként a jövő utánpótlásának a legnagyobbik részét. Nyilván nem csak mi, ez minden STEM diplomásra érvényes, ugye ez a STEM, ez a természettudományos diplomáknak a száma, ahol konkrétan a 27 EU tagországból 26-ak vagyunk, tehát a legalacsonyabb azoknak a diplomásoknak a száma, akik ezen a területen dolgoznak. Miért? Hol vannak azok a tanárok, és hol vannak azok a mentorok, akik segítenek beilleszkedni a 11 néhány éveseknek ebbe az egészbe? Ez olyan fiús, és ezzel még az érdeklődő lányokat is elveszítettük, holott nagyon nagy potenciál van ugye a női munkaerő megtartásában ezen a területen, viszont folyamatosan meg kell küzdeni azokkal az előítéletekkel, hogy ez már pedig nem nőnek való. Lásd Veronikám példáját, akinek hiába próbálom itt segíteni, egyengetni a karrierjét, még mindig benne van az a kisítőség, hogy ő már pedig nem fog tudni felkonfigurálni egy virtuális gépet. Miért is nem? Simán meg tudja csinálni, csak rá kell szánni azt a néhány órát. Nincs képzés.
hova menjen egy középiskolás, hova menjen egy felsőoktatásban levő, aki egyébként ezzel a területtel szeretne foglalkozni. Nyilván egyre több van, de hogyha megnézem, hogy hány kiberbiztonsággal foglalkozó szakirány, alapképzés, mesterképzés van egyébként Nyugat-Európában, meg Kelet-Európában, meg Észak- és Dél-Európában, és mennyi nincsen itt, akkor azt lehet látni, hogy valamit végzetesen elrontottunk, nem végzetesen helyrehozható, de legalábbis elég durván lemaradtunk másokhoz képest. Rossz a képzés. Azon a képzésen nem azt mondjuk el, ami egyébként ma a valóság. Tulajdonképpen, ha végignézem, és itt kicsit nyilván magunknak is egy kritikát tudok megfogalmazni, de végignézem a magyar képzési kínálatot, akkor a legtöbb esetben elavult képességeket próbálunk megátadni. Köszönhetően nyilván egyrészt az akkreditációs szokásoknak, köszönhetően másrészt annak, hogy Magyarországon sem használjuk és nem ismerjük azokat a technológiákat, eljárásokat, amik egyre inkább mainstreamek Nyugat-Európában. Oké, nem lesz szakember. Probléma, nincsen szakember. Rendszeresen kapom azt a kérdést, hogy figyelj, abban nincsen véletlenül egy hallgatód, akit el lehetne vinni tanácsadónak, meg akit be lehetne állítani. Mi erre a válaszom? Dehogy nem, lesz. Megoldjuk, csinálunk szakembert. Milyen szakembert is szeretnétek tulajdonképpen? Hát, hackerment nyilvánvalóan. Minek is? Mi a célja ennek az egésznek? Végig kéne gondolni. És amikor ott van amúgy a mondjuk úgy, hogy félkész csiszolatlan gyémánt, akiben sikerült beletenni az alapokat, akkor meg arra jutunk, hogy egyébként nem kell. Egyébként ki fog esni a HRS körön, egyébként nem pont arra gondoltunk, és visszajutunk oda, hogy egyébként nem látjuk pontosan, hogy milyen képzésre van szükség. Egy csomó skill hiányzik, mert nem tanítjuk meg, hiszen nem tudjuk, hogy meg kell tanítani, hiszen nem tudjuk, hogy erre van igény, illetve a cégek oldaláról, szervezetek oldaláról pedig nincs meg az a képesség, hogy ezeket a félkész embereket utána beigazítsák és betegyék a saját rendszerükbe. Ez tehát mind-mind olyan hiba, amivel meg kéne küzdeni valahogy, de megküzdenénk vele, hogyha nem lenne a legutolsó probléma, hogy ez egész egyébként nem fontos. Nem fontos, mert tulajdonképpen a security itt még nem probléma ebben az országban. Nem probléma a szervezeti szinten, és nem probléma a létező legmagasabb politikai szinteken sem. Ez nem, a kiberbiztonság ma nem stratégiai kihívás ebben az országban. Ebben is egyébként különlegesek vagyunk itt Európában. Más tekintünk jelen pillanatban stratégiai kihívásnak. Nem fontos. Ha nem fontos, akkor pedig innentől kezdve business as usual. Csináljuk azért, mert csinálnunk kell, de nem látjuk meg benne a fejlődési potenciált. Nyilván azért vannak biztató jelek. Vannak diákversenyek, itt is a kiberverseny. Ugye kim vannak a kollégák, és próbálják becsábítani azokat, akik szeretnének versenyezni. Ezek jók, mert egy kicsit fölhívjuk a figyelmet. Nagyon jó, hogy vannak szakirányú továbbképzések. Ugye a mi egyetemünkön, az Óbudai Egyetemen, illetve most már a Metropolitan Egyetemen is indul információbiztonsági továbbképzés. A probléma az, hogy egymás lábára lépdesünk, és ahelyett, hogy összebeszéltünk volna, hogy a hiányzó skilleket próbáljuk meg átadni, ehelyett gyakorlatilag elkezdtük ugyanazokat tanítani. Még rosszabbat mondok, ugyanazok tanítják ugyanazokat a dolgokat ugyanazokon a helyeken, holott ennek nem így kéne feltétlenül történnie. Vannak szakirányok, nagyon jó, kevés. Kevés és elavult technológiával elavult tudást próbálunk meg átadni a szakirányokon, ami nyilván megint csak kéne valamit változtatni, de látszik az, hogy a magyar felsőoktatásban nem lehet olyan könnyen behozni az új technológiát. Nekünk is van ilyen problémánk a gyakorlatban, hogy olyan adminisztrációs overheadet jelent egy új technológia behozás, hogy az gyakorlatilag egy évbe telik, amíg egy együttműködésre megállapodást megkötünk, de nincs eszközünk sem, és nem is tudunk szerezni eszközöket. Innen köszönjük a Blackstar nagy lelkű támogatását, hogy egy leselejtezett szervert kaptunk tőlük, amire föl lehet eszközöket tenni. Nincsenek eszközök, nincsen tudás, nincsen technológia. És nyilván jó lenne, hogyha lenne egy kiberbiztonsági csúcsképzés. Mi jelenleg a mi egyetemünkön ezen dolgozunk, hogy legyen egy kiberbiztonsági MA, tehát Master of Administration, egy soft cyber, de hol van az a hard cyber, vagy hard IT security, ami viszont a műszaki területen adna egy csúcsképzést. Nincs. Valami van a levegőben, valamit elkezdtünk, de még messze vagyunk attól az ideális állapottól, amit például Nagy-Britanniában lehet látni, ami tulajdonképpen nagyjából arról szól, hogy az egész utánpótlás képzés valamilyen szinten koordinálva van, és a koordinálást ebben az esetben nem a nálunk megszokott terminológiában használom, hogy valaki fentről majd megmondja, hogy mi lesz, hanem van egy olyan kritériumrendszer és egy olyan ösztönző rendszer, ami érdekelté teszi az egyetemeket és a középiskolákat is abban, hogy
dolgozzanak a kiberbiztonsági utánpótlás képzésen. Nekem személy szerint döbbenetes élmény volt kint Londonban találkozni egy régóta ott élő ismerős házaspárral. Az ő lányuk most 16 éves, és évek óta jár olyan informatikai továbbképzésre, mellékes képzésre, amit a brit hadsereg szponzorális támogat. Egyébként a brit rendőrségnek is van egy ilyen programja, és konkrétan az a céljuk, hogy amikor majd eléri azt a kort és felsoktatásba megy, akkor valamelyik katonai vagy rendészeti intézményt válassza, ahol ő majd a kiberes valamilyen területre fog majd menni. Ez a fajta menedzselés, mentorálás nyilván ösztönzőkkel, nyilván segítséggel tud menni, és hogyha valamit szeretnénk itt Magyarországon csinálni, itt is így kéne ezt az egészet megoldani. Van kiberkoordinátorunk, van jogszabályunk, vannak cégek, nagylelkű cégek nyilván, akik szívesen áldoznának az utánpótlásukra, és mégis ott állunk, hogy igazából nem tudjuk ezeket az érdeklődő gyerekeket a lehető legjobb helyre kitenni. És hogyha lenne most videó, akkor megmutatnám ezt a Bezeg Angliában videót, de hát keressenek rá a National Cyber Security Center oldalán az Education and Research menüpont alatt a New Talent videóra is nézzék meg, ami rögtön ott kezdődik, hogy Became a Cyberist, Cyber First Girls Competition, tehát a lányokra is fókuszálunk. Meg lehetne oldani. És igazából ez egy nagyon elégedetlenkedő előadás akar lenni, és ezt az elégedetlenkedést szeretném egy kicsit átragasztani önökre. Miért? Mert mi hiányzik? Nyilván hiányzik a pénz. Nem sok pénz, de például azt a videót, amit itt meg akartam volna mutatni, azt valamennyi pénzből le kell gyártani, és valamennyire ki kell tenni, és valamennyire promotálni kell. Jelen pillanatban Magyarországon arra nem tudunk forrásokat szerezni, nem tud senki forrásokat szerezni, hogy ezeket a videókat kitegyük, és eljutassuk a célközönségnek. Nincsen meg az akarat, ami talán a legrosszabb, nincsen meg az akarat arra, hogy ezt az egészet egyáltalán csináljuk. És nincs meg az információ, hogy mi a megrendelő igénye, és nincs meg az információ annak, aki ebbe az egész körbe be tudna kerülni. Én tehát kicsit azt gondolom, hogy baj van, és nyilván, ha valaki ezzel foglalkozik, ezzel a témával foglalkozik, és ha valakinek ott van a kezében a kalapács, akkor jutva mindent szögnek néz, és nyilván én is megpróbálom azt a gondolati síkot átadni önöknek, hogy amúgy egy nagyon jó talentum halmazon ülünk. Látszik az, hogy ha körbenézek a világon, Európában, vagy éppen az Egyesült Államokban, és megnézem azt, hogy a security csapatokban, ott a hardcore mérnöki csapatokban kik dolgoznak, jó eséllyel fogok találni olyan magyar mérnököt, aki valahol itt végzett, vagy itt szocializott, vagy itt tanult. Kicsit tágabb értelemben véve, mi itt Kelet-Közép-Európában rendelkezünk valami olyan gondolkodással, aminek biztos, hogy van értéke ebben a szakmában. És ahelyett, hogy ezeket a hackermeneket, és hogyha a videó működne, akkor lehetne látni, hogy hogyan hackkeli az időt hackermen. Tehát, hogyha ezeket a talentumokat egyébként képesek lennénk megtartani, megtalálni, megtartani, nevelni, és a rendszerünkbe, a saját rendszerünkbe ültetni, itt valami fantasztikus dolgot lehetne létrehozni. Nincsen igazából nagyon konklúziója ennek az előadásnak, csak kimérgelődtem magamat, viszont nagyon szeretném, hogyha erről az előadásról úgy mennének el, hogy elkezdenek gondolkodni azon, hogy biztos, hogy jó van ez így, és hogyha lehetőségükben áll, egy kicsit gondolkodjanak el azon, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. Én nem vagyok benne biztos, és ugye itt a környezetemet elnézve nem vagyok 100%-ig biztos abban, hogy a kiberbiztonság a létező legfontosabb bajunk ma Magyarországon, de hogyha önök is nagyjából úgy gondolják, mint ahogy én, hogy lehet, hogy lesznek itt problémák a nem túl távoli jövőben, akkor próbáljunk meg már tenni valamit ennek érdekében mindenki a saját székéből. Például azzal az egyetlen egy apró dologgal, hogy elmegy egy egyetemi oktatóhoz, és elmondja, hogy milyen emberre van szüksége. Ez már el tud kezdeni egy olyan beszélgetést, ami idővel át tud csorogni a felsőoktatási és középfokú oktatási rendszerünkbe, és nagyon remélem, hogy ha 10 év múlva beszélünk itt, akkor már olyan kollégák fognak ülni, akik ebből a rendszerből estek ki. Köszönöm szépen a figyelmüket!